Valán vagyok a Area Mining 56-osnál. Ezt a balisztákat, amik vannak most, azért vettétek, hogy ha felmegy később az ára? Nem. Én azért vettem, hogy játszok vele most, amíg még nem lehet kapni játékba. Ha lehet meg kapni, akkor eladom. Vagy upgrade-em valami. Hát azt én is. Vagyis, hogy én beolvasztottam mindenemet, és újra kezdtem megint. Vettem megint újra. Új Explorer pakkot. Vettem a Warden upgrade-et, mert most lekapni lehet. Havi-havi, ha jó. Valószínű akkor. Vagy jó fej volt a cig, és kaptál egyet, csak nem tudsz róla. Nem jó cig, nem jó fej a cig. Azt, a, még jobb fej. Vannak világ? A Kotera. De Aquilát csak úgy van, vagy a karak helyére? Hát de akkor nekem még nincsen. Nekem is van karakom, és nincs P52. P72. Nekem nincs. Valószínű, igen. Mintem a Warden-nál. A Warden most elég jó a ugrási ideje, én úgy érzem, hogy jobb, mint volt. Nyilván nem egy kater, de... Nem, az Arkor. Ó, már mióta várok itt. Egy másik kérdésem még lenne hozzátok. Melyik lenne szerintetek a jobb megoldás? A rendszert, ami RT is, felupgrade-elni a Warden-re, vagy megvenni ezt a földi lövőhajót, mi a felelne, a balisztát, mert az most RT is, és akkor azt upgrade-elni Warden-re. Jó estét. A pénzben szerintem ugyanannyiba jön ki. Pont tök mindegy. Nem, azért gondolkozok, hogyha ne adj Isten valamit, bármikor be kell olvasszam a hajót. Igen. Persze. Gyerekek, ez az S5 repeater szarabb, mint az S4 ballisztik, esküszöm. Ez egy szutyok. Nem tudom, hogy általánosságban, amúgy most vettem a Attrition 5-öt, az szarabb, mint a 4-es ballisztik. Hát már az órája lőm ezt a kurva izét, Screamert. A ballisztik, azt szétkaptam. Igen. Vagy csak deszinken van, nem tudom. Az is lehet. Az is lehet, hogy ez deszinkes. Semmi. Kurva meleg van. De hogy is, csak úgy érzed? Á, nem, meleg van. De most holnap nem mész.
És hogy nem nyújtózod? Hogy nem nyújtózol inkább? Maxi, a partit elfogadtad, nem? Hát pedig vote. Vote az. Varsholcnak is küldtem. Down vote. Én altabóban vagyok, a weboldalt nézem, majd később leszek, hogy... Vote. Jó, mi a Pét? Oké. Okay. Jó, most jó. Nem mondod. Var ilyen. Jó var, de csak Lukas még mindig a pajzsa. Már piros mindkét hajtóművem. Aha. Nem tudok a rámpára felszedni, mert nem nyílik le a rámpa. Az nem a... úgy, az ő rámpájára. Ja, hogy az ő rámpája. Vagy a lámpájára is rászállhatsz. A lámpádra is rászállhatok. Csak akkor nem jó, mert világos leszel, és te sötét vagy. Ha! Nagyon jó poén, nem lehetett kihagyni. De, megszúrt a nap. Mit találtatok ki? Ott hagyta a kulcsot, mondta nekem. Basszus. Nem, ezért hozta el a pótkulcsot, ami nem volt izé, pittyegő. És nem nyitja ki a központi zárat. És kulcsuka meg már nincs, mert ez az új hajó. Szadján, de a Noxra meg nem tudok ráülni, nem jelenik meg az ő. Még gondoltam, hogy esetleg alulról belebegek, a, vagy föllebegek, hát de... Nem lehet ráülni. Egy így tuplán meg vagyok baszva. Na basszus. Na, kipróbálom a flicit, még úgysem mentem ezzel ebbe a pedig. Gyönyörű. Érdekes, hogy valán van oxigén. Ez egy mintaharc volt, bazzenek, föl kellett volna menne. Elindítottam a két rakétát 5 kilométerről, közben gyorsítottam felé, és mire odaértek a rakéták, repeaterrel leszettem a pajzsát, és bum. Kurva jó volt. Az a legjobb, ha ilyenkor még mentek, mint az át, és át is mész, hogy fölrobban, pont átmész rá. Aha. És beleakadok a egyik izéjébe, mert... Hát lehet letörik a szárnyad, de hát mindegy, akkor sok. De a látvány... mindegy megéri, nem? Így van. Hát a túlélte a pilóta fülkéből, csak kirobbant, tudod. Ki kell onnan az éjzé nyomni. Túléli. Úgy! A Valkűr oda. De jó, hogy eszembe jutott, nem volt bekapcsolva a felvételen a hang. Most már mikrofonomat is veszi. Majdnem csak magatokban beszéltetek volna megint.
Amúgy is azt szoktátok, de... Gondolatolvasók. Így van. Én csak rá gondolok, és már tudjátok. Most hogy mire gondolok? Pont erre. Oké, okay, megy ez nektek. Mindjárt ott vagyok már dur, 13 milla. Tényleg megy ez. Nem megyek sehova. Nem megyek sehova. Nem megy sehova. Megvársz? Nagyon helyes. Lehet felakapni S5 Gatlingot? Nem tudjátok? S5 Gatlinget. S6-ot is lehet. Azt S6-ot tudom, de S5. Hasznos linkekben szerintem van vala, le van írva, hogy hol lehet venni ezeket, nem? Valamelyik listán? A 3-5-be, de az már változott. Ja, akkor nem tudom. Újra meg nekem abszolút nincs info. S5-ös az mire megy fel? A fegyverek szerintem ugyanazok, max az áraik más. Mint hogyha akkor ugyanaz nincs, lett volna. 3-5-ben nem volt S5 Gatling. Akkor mit vegyek el? S4-es volt a Vardeni, ugye a legnagyobb, vagy nem? Igen. Vagy... Hát alapban izé van rajta, ugye gimbalos S4. Akartam venni 3-5-ös, de S5-ös sehol nem volt. Aha. Lézer repeater van, azt hiszem csak. Vennyire azt tudom, gond. Hogy van, de az szar, mert most... Scattergant? Scattergant, vennyire. Azt nem veszek. Azt én se. Izét. Autókan ballisztikus S5-ös ballisztikusat. Taki olyan jó ma, amúgy nem próbálta valaki? Izét, mi az? Turretet, nem turret, mi a faszom az? Turret szindrom? Tarantula, csak nem tudom a méretben, mi a neve. GT van. Nincsen S5-ös. GT. Ballisztik. Ezt mondom, semmi eset ballisztik nincs. Egyedül autó lézerkanon van, meg repeater van esetben. Meg és ezt hol nézed? Tudja. A fejében nézi. Tudom, mert körbe jártam a 3.5.1-ben az összes kibaszott izét, és sehol nem volt. Tudja, ide jöttél hozzánk? Nem. Nem? Akkor miért van a neved a, ezért a Hadamoy Savarius 67? Meg dur neki. Nem tudom. Féjó nálok. Akkor most el kell mennem. Nem úgy értettem hova? Öreg, a mi szerverünkre. Ja igen. Na. Igen. Ja, hát én elugrottam. 48.000 vajon elég rá? Nem. Tényleg mennyi pénzem van? 31.500-am. LOL, engine overheating van. Ezt megbírom akadályozni, mert lefogálni a hajó. Mennyire vagy? 2 millió hét. Már lehet, hogy odaérek ma? Lehet, hogy ideérsz. Mondjad még egyszerre? Mivel indultál? Vanguard van, de. Kurva gyors. Vardenem megy el odáig. Szerintem elfog, csak mondom, hogy túl melegedik, bemondta, hogy túl melegszik az engine. Ja, hát... Mondjuk már csak egy millára vagyok. Azt mondtam. Majd 260-ra tudom. Annyira már nem? Annyira se. Oda élek. Gyerünk, tudjon neki! Majd 600 méterre. Nem megérkezett a nélkül. Na viszont most kurva jól néz ki a Arcorp, nincsen lila, semmi izé, javították. Megjöttem. Ami tényleg jó gyors baszki a Vardennek a kvantumja. Ugye? Nem ilyen volt. Ja, sokkal lassabb volt szerintem is. Mondom szerintem amióta megvan az, hogy ugye a military 3-6 óta, military, a civil, meg az industrial, ezek kicsit pikkelbe lettek. Pajzsok is. Az lehet. Szerintem a Quantum Drive érezhető, nem tudom, mert átrakom majd, de úgyis a Heartless-ba kipróbálom a... Mely, az Industrial az milyen? Az most rosszabb, jobb, vagy az mit jelent? Az egy kicsit még jobb, mint a izé, military elméletileg, meg viszont többet fogyaszt, nagyobb hőt csinál, és tovább bírja a degradációja, ugye az még nincs benne, de majd tovább fogja bírni. Aha. Most ugrottam dur vallára. Most órák kérésésről érek, nyugi. Csak elméletileg a military nehéz lesz majd kiszedni. Az is majd talán benne lesz, nem tudom. Ez valami izé? Most írja nekem izé, hogy egy pillanatok írta, hogy no power, de eltűnt. Kuc-kuc, te megfásztál Varsolc no nyára. No power. Én összeztem valamit a nyaraláson. Ajjajjajjajjajj. Dur, 510 kilométerre vagy tőlem. Van ott valami ugrópont, vagy mi? Hát erre a... Jumptown, az egy ugrópont. Nem, hát valami van ott, hova ugorjak. Ez a 56 area, vagy mining, hardcore mining jó. Area 056. Oké. Okay. Ilyen van. Többiek nem vették, pedig tök jó poén volt. Ugye? Hú, veszek. Hát,
kicsit. Na jó, iszok valamit. Egy kávét, hogyha aztán nem látjuk 6 óráig. Nem, kávé. Na, mindjárt itt vagyok. 26 km, 25. Van ott más is? Van itt egy Fritzi Max, de az is csak így áll a levegőben és nem csinál semmit. Az mindig ott van? Azt a kurva. Lehet, le akar lőni. Már 5 órája ott van, bazdő. Lehet. Kivárja, míg teli. Kivárja, míg belerakom, dur nekit, aztán szétlő. Az amikor jöttem, már akkor ott volt, és ez nem most volt. Várjál, most lehet, hogy lezuhannok durván. 800-zal megyek felé, és 4000 méterre vagyok. Várjál. Jó, csak ne a Starfire-ről. Jó, várjál. Most megpróbálok farolni egyet a levegőbe. Ah, ez lassít, baszki, tényleg. Az milyen lenne? Megjöttem, teli na, hogy tényleg? És akkor megkérdezni. Na, mikor? Na, mikor? Figyelj, 700 méterre megfogtam tőle, ajó. 700 méterre megfogtam. Hát ez nem jó. Kiket van a centi, mit tudom én olyan... 300-ra vagy... Ja, bocs. Egy méterre az óvarod így megáll. Megharcolod a feszét. Merre vagy a hátulja feled? Itt vagyok oldalt. Nem látod a lámpámat? Hát nem igazán, még a saját hajómat se látom. Ja. Kiraktam külső nézetbe, le tudjak szállni mellé. Jó. Pont a túloldalon vagy. Bugger Warden egy nagyon jó bító szerintem. Még nem tudom, nekem már nagyon megy. Szerintem kurva jó. Leszálltam simán, nincsen probléma. Már látom, jössz. Gyere, szállj be azt akkor. Tetejére kell ott dobni, vagy hol tudsz bemenni? Hát... azt kéne megnézni esetleg a... hátsó rámpán? Na, hátsó hogy, rámpán hát, nem tudom kinyitni. Hogyhogy nem bírod, hát nem vagyunk... Hát... na most sikerült, nem tudom, szarakodik ez a... Vágjál rajta egy lukat. Egy lukat, jaj, a multitolt előkapod. Jó, mehetünk. Oké. Okay. Majd irányíts, légy szíves, jó? Hát jó. Rajta oda a rámpán. Megfordulok, hogy oda vigyelek egy a hajód fenekéhez. Jó. Megpróbálok átugrani a... hát, ha lehet, akkor arra hátsó részére. Kicsit lehet magasabbra kell jönnöm. Így. Jó, gyorsan degradálódnak a hajók, külsőleg amúgy. Kicsit jobbra. Melyen? Neked balra. Melyen? Alt GR plusz görgő, hol az eger? Itt. Csak csökkentem a V-tolt, mert piszkosul megy a hajó. Így? Erre jobbra? Nem. Neked balra. Balra. Kicsit gyors vagy. Igen, mondom. Mert akkor csökkentem még a V-toll erőt. 56%. Így. Jó, most neked jobbra. Jó, hátrafele picit. És külső nézetben nézed, vagy nem? Nem, belsőben vagyok. De majd most kirakom külsőre. Csak nem nagyon látok magam mögé. Jó, kicsit neked jobbra. Most már látom a hajódat. Állj meg. Igen? Várjál. Kicsit hátra. Várjál, csak hátra. Sodródok egy picit. Megpróbálok ide a tetejére átugrani. Lejjebb vigyem, vagy valami, vagy jó vagyunk? Ja, jó vagy, kicsit hátrébb még. Jó, állj meg. Jaj, várjál! Humpad meg, de beindult. Talán. És csak? Jó, állj meg itt. Látom a hajón vagy. Nem lett jó? Nem. Akkor gyere, ugorj. Pont úgy ugrott ki ez a szerencsétlen, hogy mellé. Vajjá. Most jól esni teljesen földre? Na.
akkor mindjárt leszállok jobbra, gyere, jó? Még egyszer. Túlugrottam azon a... Láttam! A spoileren. Lehet mindig kicsit lassítanom kell a vételom. 53%. Oké, fönt vagyok. 50, oké. Na nincs csak, most így valahogy, vagy nem jó? Aha, megpróbálom. Most fönt vagyok a tetején. A lámpána? Nem a hajónak. Megpróbálok valahogy itt leugrani. Urogni a hajtómű mellett. Elvileg ha jobbra vagy balra leugrasz, mert te odaesel, nem? Nem tudom. Jobbra vagy balra? Hát nem. Megkockáztassam. Hát más nem újra felvesztek. Külső nézetből, megnézem külső nézetből, hogy itt mit látok. Ti merre jártuk egyébként? Mi valán? Melyik rendszerbe? Én a Starfire tetején. Én Arcor, arra 18. Mindenki Arcorpon van? Hát én csak Vallán, ahol ugye. Na őre? Látom, még mindig ott vagy felül. Na itt zélek, hogy most... Robbant meg, az kész, hát most Isten. Ha nem lenne ott az a felső hátsó rámpa... Hol vannak a legjobb küldetések? Na, megpróbálok itt a hajtóműnél. Lorville talán a legjobb. Szerintem, igen, tehát ha FPS-ezni akarsz, akkor elvileg Lorville. Na gyerünk, ugorj. Olyan vagyok, mint hogyha egy ilyen magas ugró lennék itt. Én például csináltam egy pár olyat, ami Grimhex-ről szárítási hülyeségek ide van. Látom elésti. Jó. Majdnem 8000-eket fizet. Megpróbálom, hát ha kinyílik ez a szar. Nem. Akkor nem, marad. A hátulja. Marad a fentről. Azon gondolkodom. Alulról megnézem, hogy itt egyáltalán mire tudok rá esni, amitről be tudok ugrani. Lehet, hogy az egyik ilyen tank... És nem tudom... Innen nem tudom betolni annyira, hogy rá tudja ugrani? Az lesz, hogy az egyik ilyen tankra itt oldalt ráesek, ha nem csúszok le róla, és akkor... Aha. Akkor onnan át lehet esetleg mászni a... Oké, mehetünk? Vagyok. Mehetünk. Várjál, és hogyha alapvetően onnan, innen csak simán belezuhansz, hogyha én itt tartalak? Az nem jó, mert... Az nem jó? Na, ja. Akkor mindegy, ha itt kiugrasz, nem a hajó testedre, az kész, úgyis onnan fogsz ugrani. Vagyok. Melyik lenne a legközelebbi pont, ahol elő tudnám hívni a szárazföldi járműveket? Oké, rajta vagyok. Zsír. És arra van, bemész menni? Bármelyik outpost. Bármelyik outpost varshoz. Hogy olyan. Jó, kinyílt az ajtó. Igen. Akkor elvileg jók vagyunk? Elvileg jók vagyunk. Oké, és na akkor mentő akció sikerült. Köszönöm. Témára nézd meg egy nagyobb bányászállomásnál, biztos, hogy van lehívó. Oké. Okay. Amit tényleg jó, sokkal jobb a vítól.
Én ugye a legutolsó patchet kihagytam. Akkor melóztam. Vagy legalábbis a Vanguard van, tényleg jó. Hát holdon lehet, de mondjuk Arkorban, amikor a hangárba szállsz le. Szerintem ott is. És próbáltad? Én visszavettem, 50%-ra a vétót. Én is visszavettem 35%. Akkor is csúszkál, Isten igazán. Ugyanúgy csúszkál, nem számod. Csúszkálni persze, hogy csúszkál. Csak nem ugrik neki olyan hirtelen. Hát de ne csúszkálja, hát ereszkedek lefele, hát, miért csúszkál ide-oda? Hát ez nem ilyen izé, az szar vétó, nem? Fúj a szél. Fúj a szél, igen. Égnyomás, különbség. Fúj a szél a hangárban, bente vagyok már a igen. Hangárban. Ott is van szélgenerátor. Szélgenerátor. Akkor a szél. Van, kérlek szépen. Mi van? Szélcsatorna, figyelj! Voltál már, így dugtad már be fejedet egy kémény lyukba? Hogy ott milyen húzat? Nem szoktam kémény lyukba dugtasni a fejemet. Próbáld ki! Jó, mindjárt bedugom, várjál? Nincs valami, basszus, pedig már akartam. Hát majd a olyan helyen. Na, akkor kész vagyunk, megvan minden? Aha. Jaj, akkor lehet leszállok Arkorpo. Veszek ezeket. Semmit nem veszek, először pénzt kéne keresni, nem? Obstructed. Hagyd el a légkört, nem? Nem, egyébként volt, amikor egy 3000-ről is tudtam már ugrani. Aha. Én már nagyon jó messzire elhúztam, én már hagytam régen a holdat. Na, mentő akció sikerült. Szupi. Van itt valami jó küldi? Ha már itt vagyok. Seize and Destroy Narcotic 4000 OEC plusz bónusz. Ez az, amikor a 300-at szét kell lőnöm? Nem ez a pacsacsónak a counter missionje? Nem tudom. The Pit. Service Baker, Comrepair van. Vagy Delivery-k vannak. Mi van itt esetleg Delivery? Ezt akkor Arcorp Mining arra 56, nem onnan szálltunk fel, baszki? Warville Gate 2-0, az viszont nem tetszik. A végállomása nem jó. De jók ezek a régi Cutlass-ek, amik itt repkérnek, vicces. Na, találtam egy Delivery-t. Arcorp Mining arra járó. Aha. Arcorp alatt. Úr, nem szívás. Pont onnan felszálltam, oda kell visszamennem. Tényleg? A Arkópera 56. Onnan tudok finni dobozt Hurel 3-ra. Hát akkor csinálok legalább egy Delivery-t, így első tesznek, teljesen jó. Delivery-t ma úgy csináltam már körülbelül, hogy 3 hónapja. Nézd meg mindig a personálajaidat. Vannak ilyen csempész dolgokat kell szállni, 8000-ért majd. Ja, ez is 7500-as küldvénymény. Direkt egy valami ilyesmit néztem. Én megszállt, fölvettem egy dobozt, majdnem 8-ért vittem el. Oda mindjárt Jump Town környékére van. Ja, csak simán le jelára, fasza. Aha. Tök fasza volt. Ha nem kap ki a rendőr, akkor nincs benne semmi. Na, de akiga? Hogyha megállítanak, leszkendelnek, hogy akkor ott van egy... Másik csatornán valaki meg pont paraszkodott, hogy őt akármit baszik, mindenképp megbüntetik, bármit csinál, ha megáll, ha tovább megy, akármi van. Leolvastam. Gugurt vagy. Ajaj, 400 a... Most jön a centizés megint. Ajaj. Jó, megvan. Majd leszállunk fel, de kapjuk a dobozt. Landing gear-t kirakjuk. Amúgy ez jobban fut FPS ügyileg, ahogy nézem. Hoppá. Mondom, miért zoomantam le majdnem? Elfelejtettem, hogy letekertem a vétót, bazza. 50%-a ilyen sebessége, már nem annyira fogtam meg a hajót, bár nem tört, vagy nem sérült.
tökéletes. Han az autólending nem a pályára rakott le, hanem elé. Túlmentem rajta, mert gyorsan mozogtam, megnyomtam az autólend gombot gyorsan, és lerakott elé autólende. Nem a pályára, hanem így elé, ott vagyok a rámpátról, lejönne a földi járgány. Teljesen így mellé rakott. Teljesen jó. Így 50 méterre vagyok. Jaj, csak csúszik a hajom, el ne guruljál. Úgy. Ott maradsz. Felkapjuk az változtattak megint a flight modellem? Nem, csak jött a V-tól. Most hát úgy mondva az a V-tól lágy. Itt mit lehet vennem úgy? Megnézem, ha itt vagyok. Arkorpo. Mi ez? Ja, baszki, nem bírom megnézni, mert nem tudok kiválasztani hajót. Mindjárt csak azt tudnám, hogy amelyiknek SCU-ja van, mert pont nincs a Vardenna. Ennek egyedül ez a baj ennek a Vardennek, hogy nincs SCU-ja. Így van, reklamáljunk mi is mint a fizet. Ez az. Valkürűs. Igen, ez az. Így van, minimum. Négy darab izét akarunk, minimum. Legalább négy izét, ja. Négy kakós, igen. Különben nem veszünk több hajót. Több Varden, igen. Igen, nem veszünk több Varden. Ha nem lesz négy SCU-ja. Hol is mutatja a sebességet? Hát bal oldal, nem? Bal oldal. Nem tudok bemenni a millió dolláros klubba már megint. Hát az nem is fog menni összejönni. De, PT-on sikerült. Átmentél a falu, mi? Ott azért voltam ingyen, és bérmentem. Mondom, ha mindenki 1 milliárdot fizetett. Micsoda? Mert akkor még volt egy 5 millió. Ja, igen. Ja. Az volt a belépő. Akkor épp költöttem. Hű, de durva izé most. Micsoda? Ezt nem láttam azóta. Hát van ez a tudod, Arkorpon, ez a rózsaszín kockák estek le az égből, és most sokkal intenzívebb. Mhm. Legalábbis én nem láttam ilyen erősnek. Ez még mindig nem jó, srácok, hogy nem lehet lerakni a dobozt. Ha valóban megnyomom a balkliket és le akarom rakni, elkezd hátrálni a karakterem. Ez a normális neki? Hát én leraktam. Kijelölöm, hogy hova rakja, és akkor utána elkezd hátrálni a karakterem. Lol, nem, most hát, mégis lerakta. Igen? Az csak egy bug. Bugocska. Na, egész jó. Nézzük, most a látcsukon. Nem, kidobta. Megpróbáltam berakni a Vardennek tudott a lépcső alá a dobozt. Tudod, elhúzhatóba. Aha. Csak nem igazán sikerült, hogy felveszem még egyszer. Most megpróbálom bele heggeszteni. Még sose próbáltam meg. Addig próbáljuk már meg, amíg van. Az ágyra dobáltam a dobozokat. Hát jó, csak tudod, itt van most direkt egy ilyen, ennek egy ilyen slot. Egy SCU hely, egy ilyen doboznak hely direkt. Így a lépcső alatt, ahogy felmész a pilóta fülkéhez. Jaja. Várjál, hogyha bal klikket nyomhatatom és új problémát rakni, akkor kezd el hátrálni a karakterem, csak rányomok, hogy place és odaillasztjuk. Akkor mi történik? Aha, az a baj! Tehát, hogyha egérre bal klikket nyomva tartok és új próbálom lerakni, akkor elkezd hátrálni a karakter. Viszont, hogyha F-et nyomva tartom, place és úgy helyezem le, akkor meg lerakja oda. Még egy kicsit ugrálnom kéne a tetején, mert szerintem a levegőben. No! Átbugoltam a hajón, srácok. Rácsuktam a lépcsőt és átesett a Vardenne. Vissza a dobozhoz. Jaj, kiesett a kerékhez. Gyere, dobozom. Jó, nem szarakodok vele. Mennyi teknő is van itt? Gyere, papám. Az a baj, akkor meg kéne hallod. Nem tudod, melyik a szobád. Berakom a hajomba, az is persistens. Na, mik az is igaz? Hol van a Arkorpon a másik? Tehát nem a Dömper depó, hanem a másik, ahol lehet venni fegyókat? Valami liftel kell fölmenni, ez melyik épület? Nem tudom. Hát a... az üveg van.
az üveg, igen, a center mass is, ahol van, az az üvegajtó van, úgy kell bemenni, pont szembe, hogy megjössz a hangára, vagy mindent, hogy kijössz a repülősből, azzal szemben van a szempont. Aha. Ilyen üvegajtó kell fel, ahol le lehet tenni a drogot is, meg az ilyeneket. Aha, drogot. Ott kell bal oldalra elmenni a lifthez. Frizé, megcsináltak a lámpát? Nem. Az nem game breaking, ha hogy nem működik a lámpája a Fricinek. Hát nem, mert mindjárt fölbrékelek itt a sötétben valami. Hát majd hamarabb jön a Night Vision Google szerintem, mint hogy a Savage-e. Aha, itt van, ez a... ez a üvegajtó. Ez lesz az. Mondjuk mindig üvegajtós, de... Jó nagy üvegajtó, ott tudsz átmenni és felfelé, ahol van a hologram és a vízeséses bult. Ott van balra. Ott menjél balra, ha jól emlékszem. Igen, és akkor itt vannak a trading konzolok, és akkor itt van a lift, ugye? Igen. Aha. Na, azt mondja. Nagyon döfi nekem. Ó, ez nagyon jó, HURL3-ra kell menni. Az nem tudjátok, az újfajta kinézetű állomás legalább? Akkor legalább megnézem milyen. Nem a legtöbb új már. Igen? Nem tudtam, hogy mindent átcserélték, vagy mi? Hát eddig a hányom voltam mindegy már. Mindet átcserélték, igen. Jaj, de jó. Akkor és legalább megnézem. Más, legalábbis nagyjából. Na most viszont nekem is obstructed van, és folyamatosan kibevillük, ki kell kapcsolni a hajót. Gondolom. Viszont azt még mindig írja. Lehet, hogy nem vagyok elég... Ja, várjunk, még van izé... jelző. Lehet, nem vagyok elég magasan. Mit tudod a ballisztik autók, hanem ilyen is van? Hmm. Hardcore-ban van egy pár új. Nem, már 3-5-ben is volt, 3-5-1, azt hiszem, hogy... De az S4, ez nem kell. Fúj. Topkem nincsába, fúj esni. Itt vagyok egy mining facility-n, ilyen helyen nem lehet lehívni? Nem, de mit? Ott tudsz, ahol van ilyen kék színű épület is, látsz két kis pici leszálló pályát a nagy leszálló pálya mellett. Ahol általában van leszálló pálya, ott le tudod hívni a földi járművet is, ennyi a lényeg. Igen, itt van leszálló pálya. Na, akkor ott tevek le kéne. Így van, a kicsi kékek. Egy kék felelő, ott tudod. Ilyen kék megvilágítású valamit látom, itt az lett. Valószínűleg az az. Kurva anyját. Mi a baj? Hehehehe. Hehehe. Ha. Szóval 3000 volt az M7, 35.40, most 82. Na látod? Hát akkor azt most megint eljöttem pontjára, bazd meg. Optimizáltak az árakon. Optimizáltak. Miért nem bírok, srácok, ha obstructed van, akkor mit kell csinálni? Menni. De meddig? Hát már mióta megyek, baszki? Akkor... el kell ugranod oda valahova, és utána máshonnan oda ugranod. Na, akkor jó. Mehetnék az S5-ös lézerrepeater, az meg 30 ezer. Kurva anyját, mert persze, mert szart sem én. Totya, te itt vagy mellettem? Na, hú, erre egyen. Hát, de én is itt vagyok melletted. Hát, odaugrok majd elvileg, ahol te vagy. Tényleg? Arc, ARCL legyen. Oda jöttem dobozkáért. Na hát, én meg ugye nem bírom, én meg HURL3-ra akarom leszállítani, csak nem tudok odaugrani. Hát, hogy ugyanazért a dobozért mentek. Nem, mert az ennyi markorpó. Én Vallám volt az én dobozom. Én is felvettem a dobozom, már csak leadni viszem. Csak most ugrok oda. Omnyinszkit. Omniscai. Én ezért akarom majd megnézni a... ezért a Tachyont. A Greenbacksen elvileg S2-es van. Takonyt. A Takonyt ez Takony az ez az S. Ha S5-ös lenne belőle, nézném, de hát... hát jó, nekem a Subdream-ra kéne. Jó. Ja, jó, ha nekem meg leülök a székre, mit van a lehívódnál, és teljesen lefekszik rá, oldalról látom a világot. Nagyon jó vagy. Most mi van? Kijöttem és oldalról valaki lő. Ja, ez már bélyeg level. Te vagy a oldalvilág néző. Megtámadott a Ninetales. Világ oldal néző? Srácok, az olyankor mi van? Világról néző.
Ahó. Oldalvilágon. Kiszedte QT-ból, és azt látom, hogy a 9T azt lövi valami rendőr szerintem. Segítsen neki szétlőni, vagy ne? Vagy húzzak el? Én elhúztam. Piros lőtt szét, hanem piros, piros vagy. Töld meg, és kapsz érte 250 US-t, és azt megköszönik, hogy fuck you. Ha ezt mentem a hajó fegyverért, hogy vegyek, eddig egyszer sem tudtam menni, mert mindig kevés volt a pénz. Mindig azt hittem, hogy elég lesz, odaérek, azt nagy piros felirat vár, a fasz ki van. Csak egy órába telt, bazzeg ide. Én azt nem tudom, hogy a crime statom nekem hogy tűnt el. Mert hogy volt? Máshol vagy. Azért tűnt el. Megjavultál. Mert... csináltál valami olyat, állítólag ha bonti... Nem bontiszta egyet se? Hát egyszer kilőttem egy valamit, ami... Mindegy, ha bontit csinálsz, levesz egy izét. Levesz egy crime statot valami. Olvastam róla. Uh-huh. Nem tudom pontosan, hogy melyik küldi, de valami. De küldit nem csináltam, egyszer lelőttem valakit, akit a rendőrök. Na, az lehet. Beavatkozol ilyen izébe, amit a rendőrök ölnek, és ha azt lőtted le, akkor lehet, hogy akkor azt mondták, hogy jó arc vagy, és egyefene. Most az egyszer. Ez nem, mint akkor a rendőr a bírság nélkül elenged? Vagy mi? Olyan, mint amikor a rendőr bírság nélkül elenged? Így van, olyan. Hát nem, ez a... kitörlöd a jót, tettel a rosszat, tudod? Aha, tehát bármilyen rosszat csinálhatok, hogyha elég sok jót csinálok utána? Igen, igen. Oké, nagyon jó. Hát egy bizonyos hintitán mondjuk lehetnénk. Lelősz a arkormányos száján fejbe, lövöd a csávót, utána lőjél le kettő gonoszat és kész. Tiszta ja. Lappal. Na, lelőttem a pirosat. Megvan a trükk. Elmegyünk ketten valahova, és az egyikünk kinyírja magát. A másik addig lelő valakit, megvan a crimestart, azt felszedi a másikat, megmenti az életet. Hmm. Majd lesz, ha behozzák majd a healt, akkor lehet, hogy pont arra lesz jó, hogyha mész healelni. Az utcán le tudsz lenni bár. Kapsz érte jó pont. Piros pont. Na most hogy szereznek 80 ezeret, basszus? Nem tudja játék előtte, hogy QT gemmed vagy obstructed legyek most meg. Na, na. A kettő villog egyszer. Mi gondoltok? Melyik legyen? Hát legyen a gemmed. Akkor csak oda kell ugranom, ahol tényleg volt, hogy jó. Na, de megpróbáltam, mondom, ha úgyis kiszedtek a zsarjuk, akkor megpróbálok most már tényleg odaugrani. De nem jött össze. Akkor arc egyre ugrunk. Oda lehet, minden további nélkül. Viszont ahol kéne a delivery-t, oda nem lehet ugrani. Kurva jó lehet vezetni ahhoz képest ezt a nagy dögöt. Tudja nekem, miért vagy mindig unknóf? Mondd már meg. Nem tudom. Péti Unis az volt a neved. Vagy morosítottál? Igen, balisztikot. Hát jó, lassú, de jó megy. Lassan gyorsú, de az... Átmegy árkombokra. Két segítség. Na ne! Mit odaérek, srácok, mennyit kiszedne? Uha! Hát egy ilyen két-három... Meg amikor... számolj. Hogyha betalál a rakétája, akkor még elég durva is, mert egy lövéssel lesz, ez egy cut lesz. De hogy kell lőni? Hát be kell ülni a hátsó székbe. Ah, csak úgy lesz. Na nézd meg, itt hagytam valaki a kis kocsiját. Egy ilyen... Rovert, azt hiszem ez. Rovert? Aha. Na ez amúgy mi? Kiszedtek QT-ból, de semmi nincs itt, srácok. Úgyis jártatok már? Igen, aszteroid emező. Semmi nincs, az sincs. Még az sincs. Vannak szellem aszteroidok. Semmi nincs. Igazából 1100-an mentem, mire megfogtam a hajót, már semmit nem láttam. Na még ötször. Megint neki ugrottam, hogyha szögediesen közelítelek. Szögediesen? Igen. Még ötször. Pálya hagytam. Hogyha esetleg leszállsz ott, majd nézzél fel a pedről. Tök jó, ahogy forog, fent, fejed fölött forog a gyűrű.
kurva jön. Igazából hurra a 3 lenne a célpontom, nem ide akarok leszállni, csak nem bírok odaugrani, totya. Ezt mondom. Ezzel van a bajom. De miért közelítek hozzá, totya? Mit csinálsz? Micsoda? Mint a turretben vagyok, kérdem, hogy kell lőni. Hát bekapcsolod. Bekapcsolod, aztán meg úgy, mint a hajóba rakét, tehát a, nem tudom, mire van neked rakva, alapból egér, görgő. Ki kell targetelni, be kell fogni, aztán lövi. Annyi? Tehát akkor csak nem tudok ellőni így a semmibe egy rakétát. Hát nem. Az be kell célpontnak, hogy legyen. Semmibe nem lő. Na, srácok, na, és akkor erre variáljátok most már nekem valamit. Miért nem bírok oda elugrani, ahova vinnem kéne a dobozt? Mert van olyan küldi, ahol nem ugorhatsz el, mert olyan helyen van, hogy nincs rá ugrópont. Hurrel 3! Azt nem mondtad. Ne vihetsél már. Hát már mióta oda próbálok ugrani, baszki, folyamatosan... De mindig, akár bárhova máshol tudok ugrani, csak oda nem. Akkor először ugorjál valahol máshova. Hogy Crusaderre? Legalább egy... Hát mert elugrottam a... Elindulsz Crusaderre, leállítod a Quantum Drive-ot, és akkor onnan újra beméred, és próbáld meg úgy. Hát, de most ugye Valáról nem bírtam odaugrani. Volt nekem is ilyen, hidd el. Jó, akkor hurra előre. Beállítottam például a... tudom én, CRU L1-et beállítottam, az majdnem ott van Crusadernél, és akkor utána ugrottam a Crusaderre. Meg van úgy, hogy szórakozik a kvantum, nem akar töltődni, nyomogatom össze-vissza, akkor meg ugrál. Ja, félre nézel előre, hátra. Azt csinálom. Azt látom. Kikapcs, bekapcs, ilyesmi. Most például mint az van, hogy rányomom a B-t és eltűnik a kvantum. Ez egész hát eltűnik. Beraktam a technést a Warden zuhanyzójába. Na, ezért mosdójába? Aha. Most ott mászkál. És azt mondta, hogy neki ott jó. Na halljátok, kijelöltem elvileg térképen. Úgy látszik nem vette be. Mindegy, egy másik célpontot jelöltem ki. És onnan el tudtam ugrani a fő célpontomra, amolva ideig nem bírtam. Ezen csak rakéták vannak? Ezen a... Nem, van rajta egy gépfegyver is, nem látod ott a... Igen, én ha... tudom. De avas tudsz lőni, akkor... De mivel? De azt tudsz lőni, az mennyi vissza a sofőrülésbe, jobbra fordulod a fejedet, ott van egy remote turret. Igen, beleültem, ott vagyok benne. És jobb klikkel vagy bal klikkel? Jó, bal klikkel lősz. De persze menj ki a zónából, mert ott nem fogsz tudni lőni, ahol hívtad. Menjél távolabb egy kilométer. Ez is olyan zóna, ó, basszus, jó hát, van. Minden ilyen leszálló. Kivéve ahol van egy droglabor, meg ilyenek vannak. Na, meg volt az első rendőri ellenőrzésem, és nem találtak semmit. Képzeld, mi lett volna, találnak valamit? Hát igen, például egy dobozt, amit szállítok, és abban drog van. Honnan? Mi van, hogyha az van? Nem tudom, azt mohós tudná. Ne, hogy a kurva nyert. Én azért például ilyesmit nem a raktérbe rakok, hanem az ágyakra, meg ilyen helyekre. Hát, ott nem veszik észre. A szkenner? Aha. Milyen ólomtakaród van, vagy mi a takar? Nem tudom, de egyszer kipróbálom majd. Tehát olyan cuccat viszek, ami egyébként illegális. És az ágyra kéne tenni. Csak ugye ahhoz az kell, hogy olyan küldetés legyen, ahol tényleg drogot kell szállni. Arkorpon nem javítják a hajót, meg nem leszokkolják, meg semmit nem csinálnak vele. És most megint nem ugrik el a hajón, baszki. Nagy nehezen az előbb elbírtam ugrani, hogy kiszerette rendőr, most már nem bírok ugrani. Ez hívás. F2-re jelöld újra. Hát de ez az, hogy úgy bírtam egyáltalán kijelölni, hogy nem jelöltem ki semmit. Ja. Érted? Már ha kijelölöm, akkor kiírja, hogy obstructed. Pontosan? Ez így van, Totya, ahogy mondom. Ha megadom neki a célpontot, akkor kijelöli is azt írja, hogy obstructed. Úgy tudtam előbb odaugrani, hogy nem jelöltem ki semmit. Tehát ez pont az fordít... az állomás, amelyik még nincs meg. Hát én tudjam, Hurrel 3 ben van. Nem tudom, mert valamelyikre mondták, hogy nincs meg. A CRU L egy utáni. Tehát nem a Crusader, a legmellett. Na.
Nem a Crusader bolygó melletti, hanem a utána lévő Hurál 3. Az bent van, ott már jártam. Na, így behozza azért, ahogy kilövöm a kiel, vagy bejelölést, úgy egyből be tudom állítani. Kérdés, hogy elugrik-e? Nem. Várjál, úgy ugrottam az előbb is, hogy mozogtam. Most az előbb nem csináltam meg. Semmi nincsen ebben most. Miben? Nem tudom sem megjavítani, sem feltölteni a hajómat, és itt vagyok fél üzemanyagból meg. Törő szárnyal. Aj, te jó Isten, hogy lőed! Atya úristen! Na, szedjesz hogy lőd? Anélkül, amíg nem lesz célpontod, nem tudod kipróbálni. Hát lőd a semmiben, de nagyon durva. Ez most melyik? Hát gondolom megvette a járgány. Ballisztik, igen. Ballisztát megvette. Itt szállítások vannak, nem áll az. Tocsa, sikerült? Most már haladok. Nagyon jó, nagyon jó. Majd 10 perc alatt sikerült. Lowerville-be vigyek el, aha, anyád. Abban is a Gate 6-ra. Nem akar valamelyiketök ide repülni, megnézni. Gate 5-be, aha, jó, viszem. De én majd meg akarom nézni mindenképp. Hát, ha van olyan, hogy... Van olyan kettő, hogy Hadley-be mindkettőt. Na, ez így jó viszont. Hol vagy most te, Valsolc majd? Hadley. Hóványom, hogy vigyek kettőt. Keresek még Hedlis-et. Ne leadom ezt a dobozt, akkor azt utána oda repülök, azt megnézem én is. Ja, maradjatok ott, én is leadom a dobozt, azt megyek. Na, akkor addig Hedli. Kipróbáljuk a járgányurat. Én is kíváncsi voltam amúgyre. Hedli. Bocsánat. Hedli. Hogy tudom megnézni, mi ennek a Mining Station-nek a neve már? Mindegy, várjál, egyszerben nem vagyunk be a korlatrokra, úgy is látom akkor, hogy hol vagy. Igen, itt vagyok PO-nál a... De... Egy szerveren vagyunk. Azt kérdeztem? Egy szerveren vagyunk, majd ide léptem be hozzátok. Akkor jó, akkor biztos oda tudok lépni. Dúr neki, beim veled? Ja, meg átadtam a leadet neked közben. Ja, kösz, akkor beim veled. Működik ma az inv? Warsholz, nem, remove contact. Akkor erre jár. Megkeressük a... Elfogadtam. Hogyan én nem küldtem semmit, mit fogadtál? Ja, hát basszus, nem. Ah, valami... Küldetést fogadtam. Meghívott már. De amúgy mi ez, hogy csak multiplayer van, akkor nem én vagyok a lead, akkor nem nekem adta a refesz. Vagy miért úr? Neked adtam. De lehet, hogy nem adta át. Totya! Nem lehet, hogy Totyának, vagy pedig nem adta át. Igen. Mi teszteltük, nem túlra lesz a szart, jó volt mi? 9-ből 7-ra két a bed mellé. Na, mindegy, mentem addig füstölni. Nagyon viszont amikor talált, akkor azért odabasztam a kis hajódat, ugye? Ugye? Akkor igen, leállítottad a hajómat. Azaz, kikapcsoltam. Starfire egyszer csak így lepottyant a égből. Itt úgy se jön száll. Jaj. Na most lesz 14 ezrem. A mindkettő csomagot... Varsolc, meghívtalak a partiba, de... Nem tudom, hogy ez még az a party-e. Azt hiszem elfogadtam akkor. Vagy nem. Vagy nem tudom. Nem jelentél meg a party-ba. Nem fogadtad el? De elfogadtam, de... Egyszer már voltál velünk party-ba. Akkor kiléptem, mert mondtam, ja. Hogy akkor még nézelődtem, meg megvettem itt a dolgokat. Akkor küldöm még egyszer, hát van most elmegy. Pillanat akkor. Dúl neki. Megvan? Mhm. Nem tudom merre vagy, de meg vagy. Miért kell mindig pont a napba tenni ezt a kurva állomásokat? Igen, az nagyon szerintem. Én meg lépek szerintem, mert... Elég sokat ültem. Semmit nem látok. Zoomolj ki, úgy meglátod, hogy merre van, azt be tudsz kb. Állni.
Hát úgy szoktam, külső nézetbe eltakarom a hajóval a napot, és akkor látok, csak... Úgyis jó. Csak ez olyan buzi... Csak az zoomolás mégis, szóval... Na, külső nézet az olyan csalás, az cheat. Hát de ez is csalás, hogy állandóan oda basszák a napot. Hát persze. De ha valahova meg kell érkezni, az mindig éjszaka van, mint például most meg. Igen. Éjszaka érkezel, és nappal szembe kell leszállnod. Így van. Na jó, hellóztok. Halli. Szia, Duri. Szia. Hello. Rohadjál meg. Hát, ha itt már megengedi javítani. Kis Varda nem gett, mert több sebbe vérzik. Na. Ó, de jó. 8,7 millió is ott vagyok. Tudja, tudja. Mikor szálltam le. HDMS Headlin. Ó, akkor te még jól masszív vagy, akkor neked lesz még vagy 10 perc, mire odajössz még? Persze. Jó. Most adom le a dobozkám. Én viszont már mindjárt a Crusader rendszerben vagyok. Valsolt, nem sokkal ott leszek, jó? Ahol visszajöttem én is ide a bányász izé mellé. Jó, oké, hogy lehívjuk a Jerget, én is kíváncsi vagyok rá, mert úgyse láttam mi. Legalább megnézzük. Figyeljetek, ez egy nehéz kérdés. Szerintetek... Megjavítsam, tankoljam és... Klémelt. Restockoljam 6000-ért, vagy klémeljem és gyorsítsam meg 500-ért. Na, na, tényleg? Eldölt! Ugye? Én is a 6000-re. Igen, nem, mondjuk, igen, támogasson az AOS bevétel. Szerintem is az éri meg a legjobb. Persze, hát tudod, ott még ki kell fizetned az áfa, köf, a teho, és ezzel fejlődik. Srácok, ugye, miért van egy ezzel sem, mert kevesebb AOS-em? Hát mert már, ahogy belépsz, már levonnak az adó. Hát az az idegenforgalmi adó. Átléptem Alcorpot, vagy mi? Ah, igen. Ja, nem is tudtam, hogy odaébb ugrok, és akkor megy ezres levonna. Azért tűntek el a rendőrök, tudod, amikor mondtad, hogy megállítottak, de semmi nem volt ott, le kell fizetni őket, ne legyenek ott. Ja, igen, akkor még érte, jó. Ennyi, ezresbe került. A lényeg az. Vagy azért kaptam mellett, hogy egyszer véletlenül eltaláltam. Amíg vadáztam a másik pirosat, a legelső nem kókészettek. Lehet, hogy véletlenül eltaláltam. Azt a kaszkó nem fizeti ki. Hát lehet. Nem tudom én is, csak mondom, azt tudom, hogy 31.500-al kezdtem, most már csak 30.500-al van. Lehet véletlen belelőtt a... Na megjöttem. Hát vagy inflálódott a pénzed, már nem érem. Igen. Vagy csak simán rosszul szálltál le. Hova? Ja. Mi nem szálltam le sehova. Figyelj, ez pont olyan dolog, hogy kértem leszállási engedélyt, megadta, leszállsz oda, ahova mondta, és ezt csak azt mondta, hogy bocs, 1200-on megbüntetnek, mert szarul szálltál le. Nem, de az egy dolog, igen. Téged én is megbüntetnének, ahogy parkolsz, de... Lehet szólnom kéne Zolinek, hogy jöjjön már fel egy kis tanácsot adni, hogy kell leszállni. Zoli fönt volt valahol. Tudom. Néztem, csak tele volt. Valamit nap amúgy volt fent, de játszani aztán PTU-nek kicsit. Úgy, vagy csak beszélgetni jöttünk. Lol, ez mi, hogy még ideugrottam, baszki, azt még mindig 90-valány kilométerre vagyok. Jó, mert csak a Huller 3, olyan messzi van az állomás, lol. Hát akkor ugrunk még egyet. Nem fogok itt 90 kilométereket repülni. Durna ki left the party. Akkor tényleg újra csinálom a partit, jó? Az lesz a legegyszerűbb. Durom úgy veled, mi lett, hogy kiléptél? Mondta, hogy megy. Ja, én nem voltam itt. Akkor szavazd, Dur.
Quantum Travel Complete, akkor várjál, megkereslek Varsót, majd Totyát is. Asztalozza... Itt van benn nálunk, bazd meg! Tényleg? Hát, most látom az izébe. Most küldtem neki invet. Most így néztem az izéket, és az pont ott van, baszki. Akkor jó helyen vagyok, akkor tudok tőlek találcsot kérni. Varsót, megvan Totya is. Elvileg küldtem mindenkinek. Na ott az űr. Tényleg olyan, mint PO, baszki. Így messziről, csak itt ennek egy gyűrűje van. Vagy annak is? Igen. Totya megvan. Azért elég monopól helyzetben van ez a Kovalex. Igen. Szállítozók között. Kéne nyitni egy GLS-t. Jaj. Mert ki a GLS, és akkor elfelejtettem. Kicsit olcsóban. Itt tudom én, Kovalex szállított, itt tudom én. 7000 év, mi 6000 év. Tök jó. Most nézem az új űrállomás, hogy milyen. Ott vannak a napelemek a végén, gondolom a gravitáció generátorokat rárakták. Tök állat. Kurva jó ez az első gép puska, az nagyon jól néz ki, mikor lősz vele. Ma ingyen megsosoljuk, vagy legalábbis én is kíváncsi vagyok rá, én is azért. Te megijedtem. Átesett az padlón, aztán visszajött. Na, kérünk egy leszállás engedélyt. Na, nézzük. És most figyeltétek, hogy kvantumugrás közben nem mindig feltétlen van előtte a nap? Hát én eddig csak úgy ugráltam, hogy... Én is. Állandóan nappal szembe vagyok. Meg leszállni is mindig ezeken a resztopokon, mindig nappal szembe kellett leszállni. Nekem mögöttem van most is a nap a resztopon. Tök jó világítja az egész áramás. Hát ez pont olyan, hogy neked a bounty hunting küldetéseket 20 méteres körzetben szólja. Így? Na most én meg negyed órákat röpködöm. Igen, hát nekem gyorsan kell a pénz, nem úgy mindeken. Ja. Nem baj, már összegyűjtöttem, mindjárt mondom. 132 000 van. Ma, én nekem ideig minusz 1000 ideig a teljesítményem a mai nap. Egy órája játszok. Hello. Sziasztok. Cső. Szeva. Na, csak meg talán, véletlenül megláttalak, hogy ott vagy a szerverünkön. Most jövösettem fel, sikerült belépni. Hogy egy másik, mondtam a másik szerverre. Ha éppen mondtam, hogy mondom, hogy meg kéne kérdeznem, hogy adnál le leckéket leszállásból. Azt azért mondom, hogy nézem a listát, ahol ott van! Az nagyon jó volt, mikor legelőször megjelentél azt. Tudod, kimentem PO-ról és azt látom, hogy pont becsapottál mellém. Meg kurva egy robbanással. Azóta már sokat fejlődtem. Jaja, most már még nagyobbat robbansz. Most már hosszába szántja. Igen. Simán. Én is úgy szedtem különben. Na már csak 20. Tényleg, keresztkérdés. Amikor így leszálltam, hogy ezért meg kell nézni a kioszba, hogy az mégis melyik leszálló pálya volt. Ugye most már be mindegyiknek ott van a... Aha. Én legalábbis úgy szoktam. Én is erre gondoltam, mondom, hogy a tökönben nézem meg akkor most, hogy hol voltam. Igen, mert ugye, ahogy leszállsz, oda nem írja ki, hogy igen. Hányason igen, mert régen meg így ellenőriztük. Ja. Drop off. Na most adom le a dobozt. És tök üzéből, először ugye kiszálltam 4-es lift, vagy hát a 4-es üzéből. Megyek oda-vissza, 4-es, meg aztán nincs itt a cucc. Hátra arc. Ellenőrizzük mégis, hol szálltunk le. Na. Általában, hogyha Frici meg ilyen ezeket a nagyságok, azok a 3-asra mennek. Na, nézzük, az első pénzkeresésem megvan. Na, contract complete van, hogyha jön a zsé.
Ott van 7434 AUS. Na, jó van, már megérte. Van 37-8000. Kurva sokat lehet keresni ezekkel a PDC monitorok nézésével. Szerintem a legjobban fizető, tehát idő, pénz arányban a legjobb. Meg a, hogyha neked mázlid van, akkor neked még a fej pénz. Én tényleg megnézem már, itt lehet venni zét, medpen meg ilyeneket, vagy nem? Szerintem igen, hogyne, persze. Akkor veszek majd, mert PO még gondolom ugyanúgy ilyen korlátozott a... Ja, csak szerintem drágább. Hallod, de nekem olyan, mint a már... Ez máshogy néz ki ez az űrállomás, teljesen baszki. Ők máshol vannak el, mindegyinél máshol van az office, meg a... Aha, tehát azt mondom, legalább már, hogy... Aha, igen, tehát azt mondom, hogy legalább most már máshol vannak, pont ezt nézem. Na, az viszont már jó, hogy legalább ennyire variálták. Igen? Nekem kurvára tetszenek. Ja, és így még a következő három hétben jön majd ezeknek az inner áttervezése, hogy belül hogy nézzen neki. Jaj, 3 hét? Aha. Hónap. Hülye, 3 hónap múlva. 3 hétbe. 3.7. Igen, csak de mindig poénkodik, csak úgy marad egyszer. Hát ilyen ember is kell. Ezért tartjuk. Hát az igazság, hogy jó az így. Mindenki ilyen lesz, ezt akkor éppen hülyétek. Ó, itt a Nice Talket, hogyha itt van a Custodian SMG feketébe. Azt. Hoppá. Szonyja 3 helyen. Ó, és tök olcsó, 2609. Jó, mennyi egy SMG? Szerintem a 4 körül van. Annyi nincs. Na jó, nem veszek semmit, ha minek van fegyverem. Azt mondja, töltények kellenek meg medpen. Megyek el, mert mindjárt megelőzlek. Nem tudom, én veszek kezdésnek 15-öt, az sokáig elég szerintem. Én még nem is vettem semmit, egyedül a tityakot cseréltem ki. Az úgy szoktam, hogy ez bevásárolom, ez úgyse nagy összeg. Gránátokat veszek, hogyha ne adj is, ezért megyünk Starfire-ra, meg Durnakivel. Tudod, kell a pilóta fülkébe, amikor benn vagyunk hárma, kipróbál a gránátot. Jaja. Ez mindig most jó. Nincs itt Durnaki. Igen, az a baj. Hát a szalálocsor. Ja, kipróbáltam, meghaltunk mindenjön. Az a leggyorsabb teleportálás. Jaja, egyből visszakerültünk. Egyből visszakerültünk. Nyúlik a helyed. Na. Felszerelkeztem egy kis töltényekkel, viszont ugye itt ruhát nem tudok venni sajnos. Akkor felveszem a lightokat, amik vannak nálam, az kész. Az is jobb, mint a semmi. Undersuit. Armor. Ez mi ez a hang néha valakitől ilyen ssssssssss? Hm? Én is hallom. Ez kitől jön? Most. Ez mi? Altabolj, nézd meg. Én nem altabolok videózok. Mi a baj? Nem kell. Azt meg, hogy nem lehet leszállni ez a szarral. Hát nehogy kell neked szart venni, hát. Vegyél Aurora. Ennyi, én is azzal megyek. Na jó, nem. Semmi nem lehet leszállni. A ajtós hangárba, ami, hát ami kinyílik a föld felett, abba le lehet szállni. De a berepülősbe bazen nem lehet leszállni. Dehogy nem, béna vagy. Dehogy nem. Mondom én, kérdezd meg Zolit, segít! Karcolva kell leszállni, nem? Nagy lendülettel le lehet bárhova. Így van, így van. Látod, ő tudja. Ő tudja. Na, majd belinkelek mindjárt egy videót. Hogyan csinálja a csávókát. Először úgy indít, hogy megiszik egy fél üveg vízt. Jaj, igen. És most fejjel lefele vagyok, és nem megy sem erre, bazd. Hú, viszont azonnal... Totya, most viszont azonnal ment, Totya.
Olyan úgy értem, hogy rólcsere meg ilyeneket, hogy átraktam, azon elmentette. Rákatítjuk, az kész. Tényleg? Aha. Nem kellett várnom egy deka másodpercet se. Na, hol van a hajom? Áruld el nekem. Pad 2. 3-asan. Nem, 2-esen van. Pad 0-2. Nagyon jó, szerintem ebben elég is ennyi.